Szeretettel köszöntöm a Duna Televízió nézőit. A világnézet sorozat Ábrahám gyermekei című epizódját látják, amely a vallások közötti párbeszéd műsora. Múlt hónapban a keresztények és zsidók életét vizsgáltuk muszlim országokban. Mai témánk a muszlimok helyzete a nem muszlim többségű országokban. Egy kutatócsoport szerint Európában 2010-ben 44 millió muszlim élt, és ez a szám 2030-ra 58 millióra fog nőni. A muszlim vallásúak aránya az összlakossághoz 2010 és 2030 között eltérően nő majd a különböző országokban. Németországban például 34,6%-kal 20 év alatt, Franciaországban 45%-kal, 45,8%-kal nő az arány, de máshol sokkal nagyobb növekedés is lesz 2030-ig, például az Egyesült Királyságban majdnem kétszeresére, azaz 94%-kal nő a muszlimok aránya, Olaszországban pedig duplázódik az arány 102,1%-kal. Az új helyzetre muszlimoknak és keresztényeknek egyaránt fel kell készülni, de a párbeszéd sajnos egyelőre csak a jövőbe látni akaró szakemberek igénye, akik közül itt ülnek a legkiválóbbak, bemutatom őket. Maróth Miklós, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke, Abdul Fatah Munif, a Magyarországi Muszlimok Egyháza hittanára, Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem professzora, és Szécsi József, vallásfilozófus, tanszékvezető, egyetemi docens. Kezdjük a vallások együttélésének történetével röviden. 638 elején vonult be első Omár kalifa csapatai élén Jeruzsálembe. Mondhatjuk azt, hogy ez volt a három vallás együttérésének első igazi erőpróbája? Ez egy nehéz kérdés tekintettel arra, hogy itt különböző szempontok keverednek. A bizánci birodalom ekkoriban gyöngélkedett, és bizánci fönnhatóság alatt állt Jeruzsálem abban az időben. Tehát itt egy szaporodó, létszámában szaporodó arab lakosságnak a terjeszkedéséről van egy részt szó, egy gyöngülő bizánci birodalommal szembe, amely kapott egy vallási hátteret is, tekintettel arra, hogy a jövevények azok muzulmánok voltak, az ott levők pedig keresztények. Másrészt viszont ugyanakkor azt is látni kell, hogy az iszlám óriási sikereinek nem csak a bizánci birodalom katonai gyöngeség volt az állóga, hanem az, hogy a keleti területek, pontosan a mai Szíriának a területén élő keresztények állandóan eretnekség gyanújába keveredtek a bizánci birodalmon belül. Tehát részben eretnekek voltak, részben teljesen idegen nyelvet beszéltek a bizánciaktól. Ugye az egyik az görög volt, ők pedig a helybéliek sémi nyelveket beszéltek. És ráadásul a görög filozófiának azok a finomságai, amelyekkel meg tudták különböztetni és magyarázni az egyistenen belül a három szemét, már ez önmagába jöve fölfoghatatlan volt számukra. Tudjuk azt, hogy a hírai keresztények egy levélbe fordultak konstantinápolyi pátriárkához, és kérték, hogy jámbor emberek, higgyék el, hogy ők hisznek az Istenbe, de engedjék meg nekik, hogy csak az egy Istenbe higgyenek, ne kelljen ezt a bonyolult dolgot az egy Isten, három személy, két természet, mert ezt ők nem értik, mindig eretnekek lesznek. Engedjék meg, hogy csak az egy Istenbe higgyenek. Pátriárka nem engedte meg nekik. Jöttek a muzulmán hódítók, és azt kérték tőlük, hogy higgyenek az egy Istenbe. Pontosan ezt kérték tőlük. Egy olyan nyelvet beszéltek, amilyet ők beszéltek, és kevesebb adót kértek. Ezek után világos sor, hogy az iszlám hódító módon tört előre ezen a területen, és egész Észak-Afrikában. Tanár úr, a zsidók azt gondolná az ember, hogy ott voltak folyamatosan Jeruzsálemben. Hát bizony nem így volt. Igen, ez nem így volt, de a zsidóság, ha az elmúlt 2000 éves történetéről beszél, mindig fölemlíti azt, hogy bizonyos mértékig mindig jelen voltak a térségbe. De ez korán sem jelenti azt, tehát kezdetben, amikor volt a jeruzsálemi szentélynek a pusztulása, tehát voltak éppen teljességgel, tehát zsidótlanították az egész területet, tehát maradtak fönt területeken, de voltak éppen a zsidóságot elhurcolták rabszolgának, elmenekültek a diaszpórákba, tehát voltak éppen a zsidóságnak nem volt meg mindig egy immanens komoly jelenléte a térségbe. Hadrianus fejvesztés terhe mellett tiltotta meg, hogy visszatérjenek. Így van, igen. Én néhány szót a bevezetőhöz szeretnék hozzászólni, készültem.
Az első a bevezető természetesen a mára vonatkozott, kedves nézőink, és a második részében a beszélgetésnek erről szó lesz, de kérem azt a... Ne, én csak a kopontokat, hogy itt elhangzott a mai helyzet, én csak ahhoz szólok, ami a kérdésben elhangzott. Jelenleg Európában a legnagyobb iszlám közösség a török és a marokkói. A második, hogy itt elhangzott az, hogy milyen termékenységi ráta van és országok. Franciaországban ez családonként 1-8, Nagy-Britániában 1-6, Németországban 1-3, az olaszoknál 1-2, a spanyoloknál 1-1. Zuhan lefelé Európa lélekszáma. Ebből elképesztő dolgok fognak kijönni egy generáció múlva, csak jelzem. A következő, ami egy folyamat, hogy az európai iszlám alkotja-e, alkothatja-e az iszlám fővonulatát. Én fölhívnám a figyelmet a Basim Tibire, jelenlőt nyilván kiválóan ismerik. Én néhány konferencián találkoztam vele, rendkívül érdekesek az ide vonatkozó nézetei. Itt elhangzott, hogy hol élnek a emberek. Franciaországban államnemzet van, Németországban kultúrnemzet van. Tehát teljesen más a hozzáállás lehetősége. A jugoszláv háborúról később szeretnék beszélni, mert idézőjelben az mindent borított, és Európa jelentős része egységesen próbálja kezelni az iszlámot, miközben az iszlám belülről nagyon sok ugyanúgy kereszténység front vonalon áll. A jelenlegi európai államokból, ha Nyugat-Európát számolom Közép-Európával együtt, a 37 európai államból 17-ben az iszlám a második legnagyobb vallás, és egy mondat, ami a múlthoz, gyakorlatilag az iszlám egy teljesen új kapcsolata Európával, a gyarmatosítással kezdődött. Köszönöm. Azt gondolom, hogy a történelmi nézőpontok alapján az iszlám szinte kialakulásától kezdve párbeszédet folytat más vallásúakkal. Tehát ami elhangzott, ahhoz csak kiegészítésként mondanám el, hogy a 7. században a Arábiában nem csak és kizárólag ugye muszlim arabok éltek, hiszen a hódítások nem érték el az egész lakosságot, úgymond, de arab egész lakosságát. Tehát már Mohamed proféta idejében is előfordult az, hogy nem csak a medinai zsidósággal, vagy adott esetben a jemeni zsidósággal volt egyfajta párbeszéd, hanem a nagyráni keresztények, ugye például Dél-Arábia, Jemen területén, vagy a Észak-Arábia egyes törzsei, amelyek ugye ütköző államok voltak, Perzsia és Bizánc vazagusai, ott is szép számmal voltak keresztény közösségek. Tehát nagy múltra tekint vissza mindenképpen ez a párbeszéd, és ami a jelenlegi helyzet, amit a jelenlegi helyzet megkíván, az az, hogy ezt a több mint 1400 éves hagyományt folytassuk, és nem szabad feladni, bármilyen számadatokkal próbálnak minket ijeszgetni, és azt mondani, hogy itt valamiféle újszerű gyarmatosítás van itt kialakulóban Európában, hanem ez egyfajta együttélés, együttélésre ítélve, mond, ez egy megfelelő megfogalmazás szerintem jelenlegi helyzetre, amit megfelelő módon kell kezelni. És azt gondolom, hogy mindhárom kultúra, most a három kultúra alatt értem az iszlám kultúrát, a keresztény kultúrát, és azt a teljesen modern, vallásoktól független mondhatni, abszolút szekuláris kultúrát, ami ugyanakkor Európában ma domináns. Tehát ezt a három kultúrának a kibékítéséről van szó, nem pusztán az iszlám és a kereszténységről. Mert ez sokszor hibásan megfogalmazódik, hogy a két világ így ütközne egymáshoz. És nem is mindig volt egyenlő a három, tehát a zsidó, a keresztény és a muszlimok aránya és párbeszéde és dominanciája. Tehát mindig valaki kiemelkedett közülük, az eddigi történet is arról szólt. És ahogy megyünk különböző országokban, egy picit azért járjuk le, mert ha mondtam Jeruzsálemet, akkor feltétlenül mondanom kell a kordobai kalifátust, illetve feltétlenül mondanom kell a kijevi Ruszt, mert két olyan pontja, ahol az iszlám nagyon-nagyon korán megjelent, két olyan pontja Európának, például amikor 711-ben ugye elfoglalták az arabok az ibériai félszigetet, akkor ott a keresztények megosztottsága volt az, ami gyakorlatilag, mondjuk azt, hogy szinte az örökbe pottyantott ezt a hatalmas országot. Még azért az előzőkhöz visszatérnék, tehát amikor az iszlám megjelent mondjuk Jeruzsálemben és a bizánci birodalom területén,
akkor egyszerűen sokan kereszténység, egy újabb keresztény szektának nézték. Tehát nagyon sok hasonlóság van a tanításban. Keresztény szektának nézték, és nem is akárkik, például damaszkuszi Szent János is, aki később vitairatot írt az iszlám ellen. Tehát ennyibe szerettem volna visszatölni, hogy ott az arab félszigeten ezek a vallások együtt éltek. Még kiegészítésként annyit is mondanék, hogy azok a zsidók, akik az arab félszigeten laktak, azok épp olyan arabok voltak, mint azok, akik muszlimok lettek. Tehát vallásuk szerint voltak zsidók. Tehát a kérdés meglehetősen bonyolult, de mindesetre azt lehet mondani, hogy nem nemzetiséghez kötődő vallások voltak, hanem valóban nemzetek fölött álló vallások találkoztak először össze. Ugye a másik itt a létszámokkal kapcsolatban, ugye a kollega mondott valamit, hogy óvatosnak kell lenni. Én egy másik szempontból szeretném ezt kiegészíteni. Nevezetesen egy matematikus a számítógép használatának hasznáról vagy káráról beszélve azt mondta, hogy ha a 19. század közepén betápláltuk volna két különböző évben, hogy hány ló él Magyarországon, akkor az derül neki, hogy most már csak lovak élnek az országba, ami hát egészen evidensen nem a helyzet. Tehát nem lehet lineárisan meghosszabbítva gondolkodni arról, hogy mi lesz a jövőben. Na, de visszatérve, ugye Kordobában természetesen más volt a megjelenésnek a célja, és más volt a kievi ruszban. Kordobában hódítóként szerepeltek, a kievi ruszban kereskedőként szerepeltek. És tulajdonképpen a kievi ruszban való szereplésük és azon a területen való fölbukkanás az iszlámnak azért volt érdekes világtörténelmi szempontból, mert a kereszténység igen nagy reményeket táplált a távoli keleti keresztény birodalommal kapcsolatban, amelyik Mongólia volt, annak volt egy nesztoriánus törzse, és arra gondoltak, hogy hittérítőket küldve ezeket a távoli keresztényeket meg fogják tudni nyerni az iszlám elleni közös háború ügyének. Na most ugye ennek a misszionárus járásnak a része volt Julianus barátnak is az útja, igen, aki a magyarokat megtalálta, tehát egy nemzeti céllal egészítette ki. Az iszlám világából nem hittérítőket küldtek, hanem kereskedőket, aminek haszna is volt. Úgyhogy amire a kereszténység észbe kaphatott volna, már rég muzulmán volt mindenki, akit kereszténynek akartak megtéríteni. Hát és hát meg is kaptuk őket, tatárok és törökök és egyebek formájába. Még visszatérve Munifhoz, fölemlítette, hogy együttélésre ítélve a Rostoványi Zsoltnak van egy ilyen című könyve, és ott az izraeli-palesztin arab vonatkozásokról ír. És valóban, tehát nem butaság sajnos ezt a fogalmat, hogy ezt a terminus technicus akár a mai Európára, vagy akár az Amerikai Egyesült Államok vonatkozásaira használva. És hát mindenképpen föl kell említeni ezt a, hát az iszlamofóbiát ezzel a bizonyos népességi populáris számrendszerrel kapcsolatban, ami egyébként tehát mindenképpen reális dolog. Tehát egyrészt helytelen valóban ez a lineáris meghosszabbítás, azzal együtt konkrétan mégis van egy bizonyos növekedés, ami hát, ugrásszerűen nagyobb, mint ami a hagyományos úgynevezett keresztény, vagy inkább szekuláris Európának a lakosságának a hozzáállása, erkölcsi, etikai, társadalmi, szociális, politikai vonatkozások vannak itt. Az iszlám pedig hát nem egyivású, tehát az egyes országokban is nagyon különböző, hát különböző fejlődési fokozatokon ment, tehát az elmúlt évtizedben is, és a jövő az pontosan nem teljesen kiszámítható, ezért abszolút világ, tehát nem egyszerűen hát populációs problémáról van szó, de iszlám politikai, gazdasági, kulturális egyéb beilleszkedési rendszer kérdésekről. Egyetlen mondat, rendkívül érdekes, az iszlám biztosítja Erdélybe a protestáns vallás gyakorlását. Tehát hihetetlen érdekes, hogy milyen toleranciák vannak ezen az iszlám valláson belül, ha csak a magyar történelmet végignézem. Igen, nem csak Erdélyben, ez persze, ugyanúgy Baranyában, tehát persze, a Laskó környékén, igen, hatalmas reformátorok, hatalmas hittudósok dolgoznak a mai Dél-Baranya területén. Úgy, hogy közben velük párhuzamosan egész föl Szekszárdig ott van a török, sőt még följebb. Ott Balaton a határvonal. Igen, a Balatonig.
Ezért természetesen van az iszlámnak egy ilyen toleráns képe is, viszont azt sem szabad elfelejteni, hogy mégiscsak egy politikai rendszer is volt, és amikor ők a bizánci területekre betelepedtek, akkor ők nagyon ügyesen játszottak avval, hogy a monofizitákat vagy a nesztoriánusokat támogatják-e a bizánci hatalommal szembe. Tehát ugye ennek nem csak pusztán vallási aspektusa van, hanem van egy politikai aspektusa is, amit sosem szabad elfelejteni. Így van. Tehát a közös ellenség adott esetben összehoz bennünket. A belső viszonyok gyöngítése, az ellenséges ország belső viszonyának a gyöngítése vallási eszközökkel. Ezekben a nagy középkori átalakulásokban, gyakori impériumváltozásokban mi ugye mindig a mi veszteségeinket, keresztények veszteségét számon tartjuk. Legyen szíves, mondja meg a muszlimok veszteségeit. Tehát, hogy melyek voltak azok, úgy emberveszteség, mint területveszteség, amelyek súlyosan sértették akkor a muszlim érdekeket? Hát azt gondolom, hogy az első nagy érvágás az mindenképpen a tatárok Bagdad feldúlása a tatárok részéről. 1258-ban. Bocsánat, ez egy belső családi ügy volt. Akkor még a tatárok nem voltak muszlimok. Ez majd később visszaút során, ugye, meg a Gaznavida birodalom ugye megalakul a mai Koraszán területén, de tény is való, hogy ez volt az első olyan nagy vereség, veszteség, ami rendkívüli módon feldúlta, úgymond a muszlimok hát kedélyállapotát. Ez egy olyan kudarc volt, és egy olyan sok volt, ami hát egy pár évszázadra visszavetette, azt gondolom, az iszlám világot, és a keresztes hadjáratok pedig olyan módon érintették ezt negatívan, hogy a Koránnak a kép, amit a Koránból olvashat egy muszlim, hogy a keresztények közelebb állnak minden más vallásunál az iszlámhoz, a keresztes hadjáratok ezt kikezdték, ezt a nézetet bizonyos szempontból, bár azért ez elég érdekes, mert az akkor tehát mondjuk már elég nagyra terebélyesedett iszlám világ szempontjából kicsit perifériásnak minősült ez a keresztes hadjáratok okozta háborúskodás, viszont ez megint csak meghatározta évszázadokra a hozzáállást a muszlimok részéről, tehát ez a két nagy, azt gondolom, ugye tanárunk, tehát ez a két nagy veszteség, két nagy vereség, amit egyébként aztán követett két nagy hát fellendülése, úgymond az iszlám irodalomnak. A tatárok ellen ez egy teljesen más szemlélet, tehát egy teljesen, hogy mondjam, tehát a dzsihádnak egyfajta olyan felszabadító jellegű, vagy a felszabadulás és a függetlenség eszméjét tápláló gondolat volt, ami aztán sikerrel járt, és ugye sikerült ugye tulajdonképpen a Hindzsár útnál ugye akik elkergetni úgymond a tatárokat, legalábbis visszaszorítani őket. A Hattini csata pedig ugye a keresztes hadjátok elleni legnagyobb úgymond győzelem, ugye a Szaladin nevéhez fűződő győzelem, ez megint csak egyfajta ilyen revans jellegű dolog volt, és visszaállította a muszlimok számára a tekintélyüket. Ám bár, ahogy mondom, tehát ez a két nagy tehát érvágás csak megelőzte azt, ami aztán később következett, hiszen a gyarmatosítás egy olyan hát kiütéses állapotot eredményezett az iszlám világban, amiből még most is csak éppen hogy kezdenek az arab és iszlám országok kikeszmelegni. Napóleon idején nem kaptak súlyos sebeket? Én azt gondolom, hogy nem, hiszen a napóleoni invázió az egy rövid ideig tartott először is, tehát ez nem volt egy ilyen hosszú távú, maradandó, hát mondjuk így sérülést nem okozott, ám bár ez bevezette azért mégiscsak a brit tehát gyarmatosítást, tehát és itt egyébként a napóleoni inváziónak én úgy gondolom, de hát ezt a tanár úrék is meg tudják erősíteni vagy cáfolni, hogy az a fajta eszmei változás, amit okozott a napóleoni partraszállása, az sokkal nagyobb volt, mint a katonai, vagy a, most tudom, tehát a politikai hatalomváltás, vagy ismi, tehát nem tudom. Kettő megjegyzés, Napóleon. Én nagyon szégyellem, gyerekkorom óta imádom, és írtam róla egy könyvet a Talénról. 1798, amikor Napóleon Egyiptomba partra száll, két mondatot, hogy idézzek tőle, egy. A csata előtt azt mondja, hogy tudósokat és szamarakat vigyék középre. Ez mindent kifejez. A másik mondat, hogy a mameluk hadsereget rendkívül becsülő. Azt mondja, hogy egy mameluk harcos jobb, mint egy francia. Egy mameluk legyőz két franciát, két mameluk három franciát.
egy francia szakasz legyőz egy mameluk századot, egy francia zászlóaj legyőzi a mameluk hadsereget. Tehát az összefogásban látja. A minőségi különbségben, a képzésben, és nem az egyéni hőségben. Így van. A másik megjegyzés pedig itt elhangzott, hogy hatás ellen hatás. Abba a percben, hogy elvész Bizánc a keresztények számára, egy döntő fordulat következik be. A világgazdaság, ha lehet ilyen rossz szót mondani a 15. századra, a földközi tengeri kereskedelemből áttevődik az Atlanti óceánra, és egy teljesen új világgazdasági helyzet jön létre. Akkor témát váltunk, bocsánat, de ezért, valójában... Ezért hozzáfűznék valamit. Tehát ugye a tatároknak a támadása nem csak azért volt baj, mert Bagdadot földulták, hanem azért, mert a kereskedelmi utat, a Selyem utat elvágták. És már akkor az arab világ elvesztette a kereskedelmi jelentőségét attól kezdődően. Tehát az elszegényedés és a szellemi visszaesés onnan kezdődött. És a másik ugyancsak rövid megjegyzésem, hogy amikor itt felsoroljuk azt, hogy a keresztény világ mennyi bajt okozott az arab világnak, akkor a nyilvánvaló konfliktusokat soroltuk föl, de ami nem nyilvánvaló és nagy kárt okozott, arról nem beszéltünk. Az első világháború után, amikor megígérték nekik, hogy létrehoznak egy nagy arab királyságot, és becsapták őket. Erről még beszélni fogunk feltétlenül. Tehát gyakorlatilag akkor, amikor szétosztották az arab világot, és mondjuk a nagy Szíriának a Szíria öntudatát megbontották kis államoknak az öntudatára, és az egységet megbontották ezáltal, és elvetették a belső ellenkezés magját, ahol rengeteg kárt okoztak, de ezt valahogy nem szokták az európai világ bűnéül fölróni, pedig óriási bűn volt. És tehát akkor ez most... azóta is létező probléma világ. Egy csomó problémát kreáltunk akkor, amivel most szembenézünk, és nem tudjuk megoldani. Bocsánat, most is újakat kreálunk, azzal majd a jövőben találkozunk. Én csak sorolom, Afganisztán, Irak, Szíria, Líbia, Mali, pont vége. Ezt a kedves nézőknek megígérhetem, hogy az Ábrahám gyermekei 3247. részében erre visszatérünk, hogy 2014-ben milyen bűnöket követtünk el kölcsönösen. Igen. Akkor itt váltsunk témát. Mi volt az az egység, amit a gyarmatosítás sokféleképpen megbontott? Hogyan látja? Hát azt gondolom, ez összetett kérdés természetesen. Tehát én egy szálát ragadnám meg mindenképpen, az az, ahogyan az iszlám közösségek valláshoz való viszonyát, vagy vallás tudatosságát, hogy mondjam, ez kikezdte. Hiszen ez egy jó példa volt, tehát hogy a vallás tudósoknak az elszigetelése, ez egy nagyon fontos szempont volt. Én úgy gondolom, hogy az arab nyelv és a vallás tudósoknak az elszigetelése, ez egy olyan stratégiai eszköz volt a gyarmatosítók kezében, amivel nagyon előszeretettel éltek is, amikor csak lehetett, mert a rengeteg elemzés, ami készült, ugye, az utazók által, akik ugye keresztül kasul járták az arab-iszlám világot, és fejegyezték azt, hogy miben rejlik a muszlimok ilyenfajta ereje, vagy ami egyben tartja őket, mert ez a két nagyon fontos elem, hiszen a Korán nyelve ugye az arab nyelv, maga Mohamed proféta is ugye arabul beszélt, arab volt, a másik pedig ugye az, hogy akikre felnéznek a muszlimok egyébként itt függetlenül attól, hogy éppen milyen felekezethez tartoznak, most szunniták vagy síták, az mindenképpen a megfelelő karizmával rendelkező vallástudós, az ulema, ugye ulema. Tehát ezt a két mondjuk szegmens, ezt a két tényezőt ki kell iktatni, és akkor lehet uralkodni. És valóban ez, mert ugye előhozták nyilvánvalóan a különböző nyelvjárásoknak a jelentőségét, és hogy ezeket fel kell értékelni, nem beszélve arról, hogy azokat a területi egységeket, amelyekről beszéltünk, is meg kell bontani, törzseket el kell vágni ugye a természetes élőviláguktól, és akkor ez megint csak oda vezet, hogy az a megosztottság gyengülés, és a gyengülés pedig a győzelemnek az áloga. Az arab világ addig is megszállt terület volt, nevezetesen Marokkót leszámítva az egész arab világ török megszállás alatt volt. Tehát gyakorlatilag, ha kívülről nézzük, nem történt más, mint a törököket az angolok vagy a franciák leváltották. A lényege ez volt, ami ugye elhangzott, hogy itt egy vallási kérdésekbe való beavatkozás is történt, és ennek van egy olyan aspektusa is, hogy a külföldiek valamilyen formában még akár udvariasak is akartak lenni az iszlámmal, és olyan törvényeket akartak adni a muzulmán országoknak, amelyek valamilyen lazább kapcsolatba álltak az iszlám törvénykezési hagyományaival. És ennek következtében
vették azokat a muzulmán törvénykönyveket, amelyek használatosak voltak az országban, és hozzárendeltek büntetési tételeket, mint amilyenek Európában voltak. Ezáltal gyakorlatilag a seriát, a vallási törvénykezést teljesen megváltoztatták, ugye, és mára pedig már egy olyan folyamat van, tehát a személyi státusról szóló törvények különböző arab országban teljesen európai mintára, európai törvényekbe oltják bele a muzulmán törvényeket. Tehát azt a hosszú hagyományt, amely valóban a vallástudósoknak volt kvázi a magántulajdona, az ő joguk volt magyarázni, az ő joguk volt azon újítani, ezt teljesen kivették szinte a vallási köröknek a kezéből, és professzionális jogász réteget hoztak létre mellettük. És jelen pillanatban ezek a jogászi körök erősödnek. Hol? Minden arab országban, a fejlettebb arab országokban, tehát itt gondolok Szíriára, Egyiptomra és itt tovább. Természetesen vannak olyan kisebb helyek, vagy vannak olyan forradalmi helyzetek, ugye, amikor visszalépnek, tehát ugye mondjuk Afganisztánban nem hiszem, hogy hamar bekövetkezni ez a helyzet. De... Jemet mennyire tárgyaljuk külön Szaúd-Arábiától? Nyilvánvaló, hogy külön ország. Természetesen. Tehát másféle fejlődés? Abszolút másféle fejlődés. Tehát Szaúd-Arábia egy monarchikus királyság, egy királyság, amelynek a törvénykezése, bár látványosan a seriára épülő törvénykezés, ugyanakkor a törvénykezésnek azon pontjait, mint mondjuk a politikai kérdések, a hatalomnak a gyakorlása és egyebek, azt nagyon sok esetben azt is lehet mondani, hogy az iszlám előtti gyakorlat mutatkozik meg. Furcsa dolog ez, ugye ez a fajta összetartozás, az aszabia, ugye ez a fajta ilyen fanatikus együtt lét, ugye, ami az a szaudi államot egybe tartja, mint egy szaudi állam, ennek Jemenben teljesen más hagyományai vannak. Tehát ott a Jemenben olyan a rétegződés a társadalomnak, hogy egy nagy szegmens az valóban a törzsiség alapján működik, de amire már egyébként volt példa, ugye, hogy két Jemen külön létezett, a déli régiókban ott kialakult egy teljesen más hagyománya nem csak a kormányzásnak, hanem úgymond a közösség elképzelésének, hogy a közösség élén kinek kell állnia. És azt gondolom, hogy ez a fajta megosztottság, ami Jemenben van, ez mindenképpen külön, tehát eltérő irányt mutat, eltérő tendenciát mutat. Ezért is van az, hogy Jemenben most jelenleg az aktuális politikai helyzet az, hogy van egy gyenge állam, amely képtelen tulajdonképpen a különböző régiókat, most régiókra van a felosztva Jemen, képtelen olyan módon irányítani, ami egy olyan pozitív életkép, vagy ilyen jövőképet mutat, amiből le lehetne egyáltalán szűrni azt, hogy itt valami megfogható államkép, vagy államszerkezet létezik. Tehát nincs egy ilyen erős államszerkezet. Szaúd-Arábiában ott viszont egyébként nyugati hatalmak segítségével is fenntartják ezt a fajta monarchikus berendezkezést. Tehát köztársaságban kis türelmet jelenben, kérek. Ezt tudnék, azért is kérdeztem meg, hogy megmutassuk két konkrét egymás melletti ország példáján azt, hogy mikor azt mondjuk, hogy sária, mikor azt mondjuk, hogy egyházi bíráskodás, akkor a kétféle sária, a szaúdi és a jemeni, az ugyanaz a fogalom? Jemen köztársaság, a másik monarchia. És akkor majd kiegészítésként néhány dolgot hozzátennék. Jemen azt jelenti, hogy boldog Arábia. Azért boldog, mert volt földművelés, tehát ott egy letelepedett földművelő birtokos réteggel áll szemben, Szaúd-Arábiában pedig nomádokkal, tehát ez egy gyökeres különbséget jelent a két ország között. A másik, a seria, az az emberek közötti és az ember és az Isten közötti viszonyt szabályozza, nem pedig az állampolgársági viszonyokat. Arra mindig külön, a mindenkori uralkodónak a diszkrécionális joga olyan állami törvényeket alkotni, amelyek az állam életét szabályozzák. Ugye ezeket nevezték vagy kánunnak, vagy tanzimátnak szemben a seriával. Tehát ugye ez minden országban eltérhet. Hát van olyan muzulmán ország, ahol a kód Napoleont alkalmazzák, és minden további nélkül megtehetik. Igen, hát valóban, tehát a két országnak az összevetése ilyen szempontból egy egész hát előadást igényelne, hogy bemutassuk itt az eltérést. Én két dolgot emelnék ki még ahhoz, ki azt kiegészítve, amit elhangzott, hogy ugye itt a Szaúd-Arábia, mint vallási állam,
az ugye birtokolja Mekka és Medina fölött ugye a képviseletet, illetve tehát ezt semmi, ezzel nem lehet igazából vetélkedni, ugye? Tehát itt egy teljesen más állam, pontosan ezért egy teljesen más államberendezkedés van érvényben. A sharia-i módon tehát elsősorban védelmezi ezeket a szent helyeket, és minden további dolog ez alá van rendelve. Jemennek nincs ilyen központi szerepe mondjuk az iszlám világot tekintve, az ummát tekintve, viszont az nagyon érdekes, hogy Szaúd-Arábián belül rengeteg jemeni, vagy jemeni állampolgár, vagy jemeni származású ember él, tehát ez egyfajta ilyen nemzet, tehát egy etnikum él Szaúd-Arábiával, ami meghatározó lehet a későbbiek során. Ez a vallásgyakorlás szempontjából is, de azt is figyelembe kell venni, hogy ahogy mondtam, a Jemennek ez a sokrétűsége, ez valamilyen módon veszélyezteti is azt gondolom a szaudi érdekeket, a szaudi államberendezkedést, mert egy olyan átalakulás van Jemenben, amiről nem lehet tudni, hogy hol vezet. Ugye a Houthi nevű síta, hát szekta, ugye megpróbál terjeszkedni, egymástól nagyon távol eső területeken próbál valamiféle közösséget létrehozni, és azt nyilván az erővel, tehát saját milíciákkal megerősíteni, viszont a déljemeniek pedig el akarnak szakadni, mert most már lassan ott tartunk, hogy nem is akarják munkat jemeninek tartani, pontosan azért, mert nem kívánnak olyan törzsi alapon létrejövő társadalomban élni, ahol nagyon sok a helyi probléma. Talán egy fontos kérdéskör egyáltalán az iszlám, mint olyan, tehát ez nem egy nemzetekbe egyszerűen betagozódott valami, tehát amikor beszélünk arról, hogy katolikus egyház, akkor ez voltak éppen nem egy magyar, nem egy német, hanem egy ilyen nemzetek fölötti valóságról van szó. Tehát az iszlám tekintetében is az iszlám, mint iszlám nemzet, az fölött tart, az nem egyszerűen egyiptomi, meg szaúd-arábiai, tehát egy sokkal tágabb. És ez a fajta iszlám vallási, teológiai és egyéb koncepciórendszer, ez jelentkezik egy német, egy angliai, egyéb adott esetben itt is előjönne, vagy angol, tehát a sharia és a többi, és ez hogy jön elő, és pontosan arra, ami Maroth Miklós beszélt, hogy adott esetben más az állami vonatkozás, és más ez az egyházi, világi, törvénykezési autonómia, meg egyéb rendszer. Csak egy fiamot elejéig, amit mindenképpen szeretnék kifejteni majd, ha van lehetőség, hogy tulajdonképpen nem a szaudit és a jemeni, hát hogy mondjam, rendszert kellene egybevetni, mert ezek az nagyon sok hasonlóságot is mutatnak, hanem inkább mondjuk a török és a szaudi, tehát inkább ez a két hát állam és közösség, ahol a sharia alkalmazása teljesen más. Néhány kérdést, és rögtön folytassa a megkezdett gondolatmenetet. Van-e liberális sharia? Van-e liberális iszlám? És akkor ugye a törököknél szekularizált iszlám, ezt is meg kell kérdezni. Mert teljesen más az európai ember vallás fogalma, mint amilyen mondjuk akár a legtágabban értelemben vett arábiai ember fogalma, akiről most már kezdjük érteni, hogy hát ő se egyforma, hanem annyi szinte a hányféle. Hát én azt gondolom, hogy ilyen fogalom, hogy liberális sharia, ilyen nem létezik. Tehát azt lehet mondani... Tehát az egy monolit, szigorú egység. Tehát a shariának vannak olyan egységei, olyan mondjuk úgy, hogy irányzatai, jogi irányzatok, amelyek mondjuk a szunnitákon belül, amelyek kisebb-nagyobb hasonlóságot mutatnak, de ezek tehát ezek nem mutatnak olyan nagy különbségeket mondjuk Jemen és Szaúd-Arábia tekintetében, mint amilyen mondjuk a két ország és Törökországon alkalmazott vallásjog között. Tehát ott egy olyan fajta, a Törökországban egy abszolút olyan fajta átmenet van most, átmenetet látunk, aminek a célját még szerintem úgy gondolom, hogy nem teljesen látják Törökországon belül sem. De az biztos, hogy egy visszafelé ugye mozdulás van, tehát az iszlám jog Hanafi irányzatának, tehát ezt is azért alá kell húzni, ami eleve egy úgy bizonyos értelemben toleránsabb, vagy Európában könnyebben alkalmazható, kompromisszumkészebb vallásjogi irányzat, mint mondjuk akár a Szaúd-Arábiában lévő Hanbali, illetve a Jemenben lévő Sáfi.
arra is beszélve, hogy, hogy a Hanbali jogi irányzat Jemenben is megvetette a lábát, és elég erőteljesen, tehát előre tört az utóbbi évtizedekben. Kérem, hogy mondjanak hozzá rövid nagyon rövid leszek. Glosszákat, megjegyzéseket. Négy pontot írtam föl. Egy, Törökország. A napi stratégiai problémája a Krím, mert ha a Krím kiszakadhat Ukrajnából, akkor a kurdok kiszakadhatnak Törökországból. Második megjegyzés, Jemen. Hihetetlen érdekes, a német külügyminisztérium honlapján rajta van, hogy aki elmegy Jemenbe és elrabolják, a német állam kifizeti, de utána visszakérik tőle a pénzt. Tehát teljesen logikus. Szaúd-Arábia. Nekem nagyon érdekes volt, most jöttek ki az elmúlt szó szerint órákban az új szaudi törvények, amelyet a nyugati világ antidemokratikusnak tart. De a szaudi vezetés ma leegyszerűsítve a szunita világ egyik vezetője. Most a fő ellenfele a síta Irán. Erről lehetne órákig. Wikileaks. A szaudi vezetés minden amerikai tárgyaláson követelte, hogy végre bombázzák szét Iránt. Nem biztos, hogy a legbölcsebb volt. Jelenleg azt követelte, ez a Snowden papírokból derül ki, hogy bombázzák szét Szíriát. Én nem tudom, hogy bölcse, de ez egy más kérdés. Itt elhangzott az, hogy hány jemeni a Szaúd-Arábiába. Hetente, havonta utasítják ki a külföldieket Szaúd-Arábiából, iszlám állampolgárokat is, belpolitikai és gazdasági okok miatt. Két megjegyzés Szaúd-Arábiáról, Kerry. Egy órára volt tervezve Kerry utolsó látogatása, két órát tartott. A szaudi vezetés először a történelemben mert kiabálni egy amerikai külügyminiszterrel, hogy az USA kiszorult a térségből, alkalmatlan vákumot hagy hátra, és ez a Szaúd-Arábia stratégiai együttműködésbe kezdett az öbölmenti államokkal, ez logikus, Izraellel és Oroszországgal. A Szócsi olimpia legfontosabb hírszerzési információinak jelentős részét Szaúd-Arábia adta át. Utolsó megjegyzés, gyarmatosítás, visszafelé mondtam. Első lépés, spanyol-portugál, Tordesillesi szerződés, a második az angol-francia, hogy teljesen mások voltak a célok, és más a végkifejlet. A francia gyarmatok döntően fegyverrel vívják ki függetlenségüket, a brit volt gyarmatokon idézőjelbe megmarad az öt órai teja. Talán két szilánkot, az egyik Törökország került szóba. Hát 150 évről szoktunk beszélni, hogy nálunk állomásoztak, inkább 160, de ez csak egy ilyen történészi hozzávetés. Néhány évvel ezelőtt Isztambulban egy baráti körben hát beszélgetve arról, hogy milyen szép és jó volt, hogy a török egységek nálunk lehettek 150 éven át. De egy idő után így föltettem egy ilyen költői kérdés, hogy azt hogy látják, hogyha esetleg a magyar egységek lettek volna itt Törökországban. Szóval teljesen elképedve néztek. Tehát van egy bizonyos, hát egy ilyen típusú, hát, de a jelenlegi magyar-török kapcsolatok nagyon pozitívak, tehát ezt nem befolyásolta egyáltalán. A másik szilánk pedig, amiről talán, de már volt Afganisztán, tehát van egy távol-keleti térség, ami számarányában hát a legnagyobb iszlám világ, de jelenleg is még az amerikai külpolitika is, meg, és mindenki a Közel-Keletre koncentrál. Nem, mintha nem foglalkoznánk azzal, de súllyal mégis egy kisebb létszámú egység körül van a vihar. Professzor úr, Európában többféle iszlám országból érkeztek emberek. Ennek függvényében kérem, hogy azt a bizonyos megjegyzést fűzze hozzá. Voltaképpen itt a kiinduló kérdés az volt, hogy van-e liberális iszlám, vagy nincs. Ugye az iszlám az nem a teológia közepe, hanem a törvény. Tehát a törvény pedig nem liberális, hanem pontosan meg van határozva. Abban az értelemben tudunk beszélni liberálisabb iszlámról, ami elhangzott, tehát hogy a Hanafita jogi iskolának az eszköztárában benne van az analógikus következtetés. Abban az értelemben tudunk merevebbről beszélni, tehát a Hanbalita vagy pedig a Málikita jogi iskola esetében, hogy az analógikus következtetést elvetik. Viszont az urfot, a helyi hagyományt mindenütt figyelembe veszik. Bocsánat, ennek csak annyit, hogy a hasonlóságon alapuló következtetést vetik el. Igen, igen. Tehát ez azt jelenti, hogy bizonyos dolgokat nem engedhetnek meg, mert hasonlóságon alapul a következtetés. Ugyanakkor a jogi iskola előírja az imát, nevezetesen az, hogy ima előtt hogyan kell mosakodni, és akkor közben meddig kell megmosni az ember
embernek az arcát, a hüvelykujját hogy tartja, stb. Hogyha ebben valaki liberalizmust föl tud fedezni, akkor annak gratulálok. Tehát ugye itt szóba se jöhet a liberalizmus, itt csak legfeljebb abban, hogy a törvénynek milyen forrásai vannak ebben az egyben. Na most ebből az következik, hogy az iszlám általában véve egy egységes életmódot eredményez minden arab országban, és ez az egységes életmód köti össze az embereket, de a helyi hagyományok különbözősége nagyon sok helyi színnel gazdagítja az iszlámot, és erősen kétlem, sose voltam Belugisztánba, de erősen kétlem, hogy a napi életbe ne a helyi hagyományok döntenék el azt, hogy mi történik, hanem valamilyen mód. Tehát nagyon felületesen ugye, fölülírja ezt az iszlám hagyományt. Ezzel azt tetszik mondani, hogy ne uniformizáljunk. Pontosan erről van szó, igen, hogy az iszlám alatt borzasztó sok helyi különbözőség van, és egészen megdöbbentő dolgokat lehet néha látni. Például Kairóban láttam szúfiknak, tehát egy misztikus rendnek a fölvonulását, és a rendnek az alapítóit ugyanolyan kartusba írták ki, mint amilyenben az egyiptomi fáraók nevei ki vannak írva. Tehát ugye egészen szélsőséges módon élnek tovább a régi iszlám előtti hagyományok. Na most Európában az a kérdés, hogy honnan jöttek be a muzulmánok. Márpedig ugye Németországban a hanafiták jönnek elsősorban Törökország területére, akik az analogikus következtetés következtében könnyebben tudnak adaptálódni. Belgiumban elsősorban észak-afrikai arabok vannak, vagy berberek, akik viszont málikiták, ők sokkal merevebbek. Ugye a szekularizált Törökországból betelepülők, bár nemzeti alapon, de összetartanak. A marokkóiak vallásilag is meg vannak szervezve, például Belgiumban. Tehát ők az újonnan jövő embert megkérik, hogy honnan jöttél, akkor megtudják ki az apja, ki az anyja, melyik utcában élt, akkor körülbelül be tudják sorolni egy társasághoz, és megmondják neki, hogy melyik mecsetbe kell mennie, melyik mecsethez tartozik. Tehát Európában meg vannak szervezve, ami Németországban nem áll. Ez az a pont, ahol ismét témát, vagy inkább nézőpontot váltunk. Ha eljövünk a jelenbe, és megnézzük az európai iszlámot, és már is kijavítom magamat, iszlámokat, akkor ehhez indításként hadd hozzak egy belga példát. 2011-ben a Sharia 4, ugye ez a for, Sharia for Belgium, vagy Belgium iszlamista csoport, az iszlám sharia törvényén alapuló bíróságot hozott létre Antwerpenben. Nyilvánvaló, hogy ez nem csak itt történt meg, ez máshogy is megtörtént. Abban az országban van egy jogrend, és íme itt egy csoportra létrejön egy másik jogrend. Hogy lehet a kettőt úgy összehangolni, hogy akár évszázadokig is jól éljenek egymás mellett? Hát erre röviden annyit mondanék, hogy ahogy a politikai berendezkedés akarja. Ha nem akarja, nem? Ha akarja, akkor összetudja. Egy gondolat elég, hát azt gondolom, hogy a különböző iszlám területekre érkező bevándorlóknál mégiscsak nagyon sokat számít azt, tehát, hogy milyen jogi irányzatot követnek, ez csak kiegészítésképpen. Mivel, hogy például Törökország esetében a Hanafi jogi irányzat, amiben tényleg abszolút mondjuk úgy, hogy egyedülálló, az pontosan az, hogy az együttélés más vallásúakkal, annak nem csak hogy hagyománya van, hanem erre vonatkozó szabályokat hoztak létre, amelyek tulajdonképpen csak is azért nem jelentkeztek mondjuk egy belső arábiai, tehát mondjuk Szaúd-Arábiában, Jemenben, mert ott mondjuk a középkorban már nem volt jelentős vallási kisebbség. Tehát ez csak úgy kiegészítésként, hogy amellett, hogy maga a Hanafi jogi irányzat valóban egy, mondjuk úgy, hogy flexibilisebb, egy rugalmasabb irányzat, amellett ez a fajta együttélés is, ennek is egy hagyománya, amellett, hogy persze a helyi hagyományokkal ötvözve időnként érdekes dolgok sülnek ki. Ami az európai együttélést meghatározza, az, és a törvényekben való mondjuk így manifesztálódása, hogy például azokon a területeken, ahol hagyományosan mondjuk a középkor óta vannak muszlim kisebbségek, mondjuk Albániára, Koszovó, Bosznia-Hercegovina, ott egy teljesen más hozzáállás van, ott a törvényekben, ugye a vallásszabadság cikkelye alatt, vallásszabadság törvényei alatt, ott garantálva van az, hogy bizonyos értelemben mondjuk egy bosnyák muszlim hogyan tagolódhat be, milyen a bíróság mit vesz figyelembe az ő ítéleténél, tehát amikor, hogyha mondjuk valamilyen perbe fogják az adott embert.
egy másik területen, ott nincs ilyen hagyományos, mondjuk úgy, hogy elfogadottsága bizonyos történelmi okok miatt bizonyos jogi eseteknek. Belgiumban egész egyszerűen valószínűleg a választ, tehát hogy szabadon megválaszthatja az adott esetben az ott személy, hogy mondjuk a családjogi törvény, az iszlám családjogi törvényeivel kapcsolatban ragaszkodik-e a muszlim bírósághoz, sharia bírósághoz, vagy pedig választja adott esetben az állami alkotmányi, az alkotmánynak a rendelkezéseit. De akkor milyen egyszerű lenne, ha Franciaország megnézné Albánia teljes jogi kódexét, és kivenné belőle, hogy mi az, amit be kell építeni. De hát tudom én, hogy ennél sokkal bonyolultabb ez a kérdés. Egy. A francia politika alapja az, hogy aki belép Franciaországba, az vagy francia, vagy menjen el. Én most leegyszerűsítve mondom, ettől kezdve az albán alkotmányból még akkor is nehéz kivenni valamit, ha az most új miniszterelnök van, aki ráadásul belügyminiszter volt. Kettő. A muzulmánok most éppen Belgiumban azt követelték, hogy egyenlő jogukat kapjanak az ott élő, nevezzük őslakossággal. Ez gyakorlatilag szerintem nagyon nehezen végrehajtható, ha pontos akarok lenni, végrehajtatatlan. A hidegháború végével, és ez a Maszek véleményem is nagyon rossz indulatú, a nyugati világnak kellett egy ellenség. Ezt az ellenségképet a Szovjetunió szétesése után megtaláltuk az iszlám világba. Szeptember 11. Ez egy önálló beszélgetés. A franciaországi arab tudósok is megírják. Ez számomra teljesen logikus. De azért, hogyha magunkra feltételezzük, hogy normálisak vagyunk, már pedig feltételezzük, akkor tételezzük fel arról is, hogy végső soron előbb-utóbb a politikát is normális emberek mozgatják. Végső soron igen. A következő jugoszláv példa. Én 14 évet voltam összesen lent ott. Én úgy érzem, hogy időkérdése, hogy ott a muzulmán területek egységes államot alkossanak. Ez nem a ma helyzete. Ez a politikai hónap és hónap után kérdése. Ez valamiféle Nagy Albánia? Igen. Köszönöm. Mindegy, hogy hívjuk. És amit még fölírtam, az két dolog. Az egyik, az arab világnak a határa Marokkótól a Satel Arabig terjed. Ez az Európai Unió fogalmazása. Az USA azt mondja, igen, plusz Törökország. Az iszlám világ határa Marokkótól Indonézia túlsó végéig, tehát keleti partjáig tart, ez egy teljesen más földrajzi kitettség. Utolsó, Európában fölmérések tucatjait végezték, hogy hogy válaszol rá egy itt élő muszlim és egy keresztény. Szinte minden kérdésre teljesen más a válasz és a hozzáállás. Professzor, ez politikai probléma, jogi probléma, kulturpolitikai probléma, szociális probléma. Van, aki azt határozottan azt állítja, hogy az európai muszlim jelenlét az elsősorban a szociális probléma. Én egy kicsit úgy érzem, hogy minden ilyen szakpolitika felé történő elmozdulás, az ugyanakkor a veszteséggel jár az érem másik oldalán. Nem, ez ennél sokkal bonyolultabb, ez nem szociális probléma. De visszatérve a sheriához, ugye a sheriának jó része bármelyik országban megvalósítható. Tehát ugye a sheria mivel foglalkozik az, hogy hogyan imádkozzunk, hogyan éljünk otthon családon belül, hogyan mossuk meg a kezünket ima előtt, ebben semmiféle állam soha nem alakozik. De azért tegyük hozzá, hogy alkoholfogyasztás, drogfogyasztás. Bocsánat, de az persze nem kötelező alkoholt inni Európába, tehát megtartóztathatja magát. Nehéz megszerezni azokat az ételeket, amelyek a sharia szempontjából halálnak minősülnek. Tehát olyan húst szerezni, amelyik a sharia szempontjából. Ez nehéz, de nem tiltja senki sem. Tehát egy nagyon kis része van a shariának, ami Európában nem teljesülhet. Itt elsősorban a család jogi, tehát az öröklődéssel kapcsolatos dolgok és egyéb ilyesmik vannak. Tehát én nem érzem az egész problémát akkorának, én inkább ebbe egyfajta demonstratív lépést látok, amikor egy sharia bíróságot létrehoznak. Tehát ez olyan, mint a kendő, hogy a kendőt az is fölköti, akinek voltak éppen teljesen mindegy, de ezzel az identitását fejezi ki. Tehát itt egy identitás kifejezésről van szó elsősorban. Tehát mondom, nem érzem akkorának ezt a problémát. De a másik, ugye, ami ennél sokkal lényegesebb, az, hogy minden vallás egy kultúrát is hordoz. Egy kulturális különbséget én sokkal nagyobbnak érzek, és ez a kulturális különbség abban is megnyilatkozik, hogy hogyan beszélünk a másik nemmel, hogyan viszonyulunk a munkához például. Tehát például Belgiumban óriási probléma, hogy a marokkói fiatalok, fiúk,
tömegei nem dolgoznak, nem is igen törik magukat utána, miközben a lányok igen, és nagyon ügyesen adaptálódnak, és boldogulnak is az életbe. Na most ezt lehet szociális problémának is nézni, de lehet kulturális és vallásilag is determinált problémának. Mindenesetre feszültség. Ha leegyszerűsítjük, akkor borzasztó tévedésekbe vagyunk. Én ismerek olyan marokkói lányt, aki marokkói, franciául nagyon jól megtanult, és még megtanult Belgiumban flamandul is, és egy flamand színház alkalmazza azért, hogy francia darabokat fordítson neki flamandra. Na most, hát ilyet belgát se fognak, mint ez a marokkói lány, aki... Na de lehet, ő egy személyes kulturális nagykövet, azt hiszem. Ő egy személy szerint egy nagyon rátermett, tehetséges, szimpatikus leány volt. Muszlim szempontból... Még annyit, hogy tehát voltak éppen elvileg nézve, tehát ha van az iszlám, megjelenik egy nem iszlám országban. Tehát ennek mi, hogy szeretné magát valahogy mégis megvalósítani. Tehát hogyha egy Magyarországon jelenik meg, ahol van egy demokrácia, vannak bizonyos törvények, amik engedélyezik a működését. Egy perc van az adásból. Igen, kérem, hogy kerekítse le, és ezzel tegyen fel egy kérdést Munifúrnak, mert hiszen... Ha vannak olyan típusok, ahol nem, akkor pedig törekszik tehát az identitásának a megélésére. Még Moszkva jutott az eszembe, az Európai Uniót kitágítva, hogy Moszkvának a fele az nem sokára szintén iszlám lakosság lesz. Tehát ez az Európai Unió, most az orosz helyzet, tehát ez tovább viszi a kérdéskört. Címszavakban hogyan válaszolni és mit várnak el? Azt gondolom valóban, tehát a muszlimok nem kívánnak asszimilálódni abban az értelemben, amit mondjuk az Európai Unió törvényhozói elvárnának. Tehát az identitás megőrzése mellett, és ezt köszönöm, hogy erről szó esett, hogy tehát, hogy való igaz, ezek az intézmények, amelyeket a muszlimok létre kívánnak hozni, a viselettől kezdve minden, ez amellett, hogy a vallás gyakorlásának egy fontos része, amellett egy identitás megőrző tényező is. Nem véletlen, hiszen olyan világot élünk, amikor az identitások ugye válságba kerülnek, ez értékek válsága, mert identitás válság is jelen van, tehát mi muszlimok is, akár Magyarországon is, mindig megragadjuk a lehetőséget arra, hogy ugye megőrizzük ezt a fajta identitást, de integrálódással egybekötve. Tehát a muszlim fiatal embereknek is ugyanúgy dolgozniuk kell, ahogyan a muszlim fiatal nőknek, és ez nyilván minden generációra ez vonatkozik. Köszönöm szépen! Kedves nézők, véget ért mai műsorunk, legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, boldog vasárnapot kívánok, viszontlátásra!